Június 11-én Délvidéken aláírta a testvértelepülési szerződés szándéknyilatkozatát városunk polgármestere Ferenci Gábor, valamint Csóka község polgármestere Balás Ferenc. A magyar-szerb-román hármas határ közelében fekvő Bánáti városi jellegű település Csóka Devecserhez hasonló méretű és szintén mezővárosi múltra tekint vissza. A devecseri küldöttség egynapos szerbiai látogatása során betekintést nyert a csókai önkormányzat működésébe, a helyi magyar közösség életébe. Padén Komáromi László önkormányzati képviselő vezetésével ellátogattak az óvodába és az iskolába. A tervek szerint Csóka szintén intézmények képviselőinek a delegálásával viszonozza majd a devecseriek látogatását.